Hiszem, hogy ezen a világon a dolgok nem válnak semmivé. És amikor a nagyi receptje alapján megsütik az estikét, vagy az ördögpirulát, majd körülülik az asztalt, és beleharapnak a süteménybe, a régi ízek életre keltik a meg nem írt regényeket. A Hóbiárdbassát, Móra Mártont, a kisebbi Kun királyfit, vagy a szerelmi levelező iroda latin tanárát. Életre keltik egy halhatatlan szellem meleg ragyogását, aki annyira szerette az életet, hogy könyvekben és mézes csókokban egyaránt tovább él. Megédesíti az életünket. Ráadásul az édes ura varázslatos ember volt. Elbűvölt mindenkit az egyéniségével, s mellette Ilonka fakónak tűnt, szinte észrevétlen. Csak a háztartás maradt neki, mert az íróknak sem mindegy, hogy mit hánynak a gallérjuk mögé, s Ilonka végül abban élte ki magát, amiben lehetett. Főzőkanálon lovagló, boszorkány lett. Móra Ferenc tollal javított bele veszekedésektől és drámáktól zajos életükbe, s ők egyre szebben éltek a nyomdafesték szagú lapokon. Ilonka pedig édes életet varázsolt a világra szóló süteményeivel. A legédesebb életet Szegeden. Volt egy kis háború, forradalom, mi egymás, az ország összement, rendszerek jöttek és mentek. Ilonka meg rendületlenül sütött-főzött, és el is sütött-főzött mindent. Kimegy a kéményen, amit összeverejték ezek, panaszkodott a férje, és ez így volt igaz. Ilonka elzsúrozott egy egész írói életművet. Ha nem sikerült tökéletesre a tészta, akkor tepsistől távozott a konyha ablakon a környékbeli macskák nagy örömére. Karácsonykor csak apró süteményből volt 24 féle. Tökélyre fejlesztette a konyháját. Tökélyre a világot, amit megehetünk.